Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Szentendre Ma hírmagazint látják. Következzenek kiemelt híreink röviden. Hőségriadó. Mától ismét harmadfokú hőségriasztást adott ki az ország egész területére az országos tiszti főorvos, az országos meteorológiai szolgálat előrejelzése alapján. Népszámlálás. Számláló biztosok jelentkezését várja a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Tűzgyújtási tilalom. A Pest megyei katasztrófavédelmi igazgatóság Vác katasztrófavédelmi kirendeltségének vezetője, Molnár Mihály tűzoltó alezredes ismerteti a legfontosabb tudnivalókat. Mától ismét harmadfokú hőségriasztást adott ki az ország egész területére az országos tiszti főorvos, az országos meteorológiai szolgálat előrejelzése alapján, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlását figyelembe véve. A hőségriadó augusztus 6-a szombat éjfélig tart. A Nemzeti Népegészségügyi Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság felhívja az emberek figyelmét, hogy a magas hőmérséklet károsan befolyásolja az egészségi állapotunkat. Kiemelten veszélyes a hőség az idősekre, a gyermekekre és a fizikai munkát végzőkre. Az idősek körében a magas hőmérséklet szív- és érrendszeri panaszokat okozhat. Ezek észlelésekor haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, továbbá érzékenyen reagálhatnak a gyógyszereket szedő betegek is. A kánikula idején kiemelten 11-15 óra között tartózkodjunk hűvös helyen. Kerüljük a szervezetünket terhelő fizikai munkát, zuhanyozzunk naponta többször langyos vízzel. Fokozott óvatossággal vezessenek az autóval közlekedők, vigyenek magukkal több, lehetőleg hűtött folyadékot. Még néhány percre se hagyják a gyermekeket, házi kedvenceket a parkolóautóban. Ha bárki naponálló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Számláló biztosok jelentkezését várja a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal a 2022-es október-novemberben sorra kerülő országos népszámlálás terepen történő adatgyűjtési időszakára. Jelentkezni augusztus 15-éig lehet. A számláló biztosok körülbelül bruttó 170.000-230.000 forint díjazásban részesülhetnek. Számláló biztosokat toboroz a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal a 2022 őszén lebonyolítandó országos népszámláláshoz. Ez hazánk egyik legjelentősebb, mindannyiunk életét érintő adatgyűjtése, amely minden lakásra és személyre kiterjed. A népszámlálás a teljes lakosságot érintő adatgyűjtés. Az egész ország területén egy időben végzik, minden lakásra és személyre kiterjedően. Ezáltal információt kaphatunk a lakosság jellemzőiről, egészségi állapotáról, élet és lakás körülményeikről. Az eredményeket későbbiekben tudományos kutatásokhoz, elemzésekhez is felhasználják. Ezáltal láthatóvá válnak kisebb társadalmi csoportok, mint például a fogyatékossággal élők, a nemzetiségek, vallási közösségek. Az országos összeírás sikeressége nagyban függ a számláló biztosok munkájától, felkészültségétől, kommunikációjától. A számláló biztosok feladata hozzájuk tartozó körzet bejárása, a cím felkeresése, illetve az adatgyűjtés elvégzése. Azokat a háztartásokat kell felkeresni, és az online adatgyűjtést elvégezni a KSH által biztosított tableten, amelyek október 16-ig ennek a kötelezettségüknek nem tettek eleget. Ezen kívül előfordulhat még, hogy címeket kell pontosítaniuk, illetve új címeket kell rögzíteniük szükség esetén. Fontos, hogy a jelentkezés határideje 2022. augusztus 15-e. Az ezt követően beérkező jelentkezéseket már nem tudják elfogadni. A számláló biztosi létszámot a KSH jelölte meg számunkra, Szentendre és Pilis-Szent László községek esetében 61 számláló biztosra van szükségünk. További 40 fő jelentkezését várjuk, a jelentkezési lapok leadási határideje 2022. augusztus 15-e. A népszámlálás időszakában 2022. október 17. napjával induló két hétben kell az összeírói munka legalább 70%-át elvégezni. A népszámlálás eszme időpontja 2022. október 1-e 0 óra. Ez azt jelenti, hogy az ekkori időpont szerinti állapotot figyelembe véve kell az adatlapokat kitölteni. A számláló biztosi feladatok zöme október 2. két hetében esedékes. Ebben az időszakban kell bejárni
megkapniuk a címeket. Az éles terepmunka október 17-e és november 22-e között várható. Háromszéki Judit kiemelte, hogy az adatgyűjtés csak terepen történik. Online formában nem végezhető el a feladat. Továbbá ismertette a szerződéskötés feltételeit is. Mivel a családok jellemzően nem tartózkodnak egész nap otthon, javasoljuk, hogy a délutáni órákban, illetve hétvégenként keressék fel a címeket. A szerződéskötésnek a feltétele, hogy a számláló biztos nagykorú legyen és cselekvőképes. Ezen kívül el kell végezni egy e-learning tanfolyamot, amit a saját számítógépén, saját internet kapcsolattal kell megoldania. A képzés végén pedig a KSH által összeállított vizsgakérdéssorra kell válaszolnia. Ez egy elméleti vizsga, amit követően egy rövid gyakorlati kérdőív kitöltő feladatot kapnak a jelentkezők. Örülnénk, hogyha fizikai egészségügyi állapota nem akadályozná a jelentkezőt abban, hogy a feladatot ellássa. Friss nyugdíjasokat például nagy szeretettel várunk, de vannak a jelentkezők között gyesen lévő édesanyák is. Jó kapcsolatteremtő készséggel kell rendelkezniük. Örülnénk, hogyha szívesen beszélgetnek emberekkel. Van olyan jelentkezőnk, aki a motivációnál kifejezetten ezt írta bele, hogy kíváncsi, hogy élnek mások. A biztosok az általuk elvégzett munkáért díjazásban is részesülnek. A díjazás számláló biztosonként eltérő, hiszen nem tudható előre, hogy az adott körzetben hányan töltötték ki az online kérdőívet, ez mind október 17-én fog kiderülni. A díjazás a mértéke a felkeresendő személyektől és címektől függ. Úgy számoltuk óvatos becsléssel, hogy bruttó 170-230 ezer forinti összegre lehet számítani. Jelentkezési lapunkon lehetőséget biztosítottunk arra, hogy megjelöljék a jelentkezők, hogy melyik körzetbe szeretnének számlálóbiztosi feladatokat ellátni. Természetesen vannak preferált helyszínek, és vannak kevésbé preferáltak. Igyekszünk figyelembe venni a kéréseket, azonban erre garanciát nem tudunk biztosítani. A jelentkezéshez szükséges nyomtatvány elérhető a www.szentendre.hu honlapon és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal portáján. Az adatlapot be lehet dobni a Városházán elhelyezett gyűjtőládába, el lehet juttatni postai úton, vagy elektronikusan a népszámlálás@szentendre.hu e-mail címre. Az egész országot sújtó kánikula és az extrém szárazság miatt július 2-ától hazánk teljes területén elrendelték a tűzgyújtási tilalmat, így tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. A katasztrófavédelmi szakemberek nem győzik elégszer hangsúlyozni, a rendelet mindenkire vonatkozik. A Pest megyei katasztrófavédelmi igazgatóság Vác katasztrófavédelmi kirendeltségének vezetője, Molnár Mihály tűzoltó alezredes ismerteti a legfontosabb tudnivalókat. Egyre több az erdei tűz hazánkban, számos esethez riasztották az utóbbi időben a helyi szerveket. Magyarországon két fokozottan erdőtűzveszélyes időszakot különíthetünk el. Az egyik kora tavasszal van, amikor elsősorban rét és tarló égetések következtében gyullad meg az erdő, a másik pedig a nyári hónapokra esik, amikor a hosszabb, csapadékmentes, forró és száraz időjárási viszonyok következtében az erdei avar és tőlevél réteg teljesen kiszárad. Július 2-ától országos tűzgyújtási tilalom van érvényben, melynek megállapítása és visszavonása függ a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és hold biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától. Ezt a tilalmat az erdőgazdálkodási felelős miniszter rendeli el, a tűzgyújtási tilalmat. Arról szól tulajdonképpen, hogy az erdőkben a fásítások 200 méteres közelében, a vasutak mellett, illetve a közutak mellett 200 méteren belül tilos tüzet gyújtani még a kijelölt tűzrakó helyen is. Fontos a megelőzés. A hatékony prevenciót szolgálja a tűzgyújtási tilalom, mely szerint a belterületi kerti és növényi hulladék égetése a hatályos levegővédelmi szabályozás alapján tiltott. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben belterületi ingatlanokra felmentést adhat, melyben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit. A helyi önkormányzatnál kell érdeklődni, hogy mikor lehet a kertben égetni.
Amennyiben nincs ilyen rendelete az önkormányzatnak, abban az esetben nem szabad avart és kerti hulladékot égetni. Nem minősül tűzgyújtásnak a gázégőfej és a zárt tűzterű sütő, főző, melegítő eszköz alkalmazása, ha az a megfelelő szikrafogóval van ellátva. Ha valaki grillezni, bográcsolni szeretne, az természetesen otthon, belterületen, a kerten belül, vagy a telekhatáron belül megteheti, de akkor is figyelembe kell vennie azokat a tűzgyújtási feltételeket, amiket minden esetben be kell tartania. Ott, ahol tüzet gyújtunk, annak a helynek a környezetét meg kell tisztítanunk az éghető anyagoktól. Itt elsősorban a növényzetre gondolok. Aztán tűzoltásra alkalmas eszközt kell a helyszínen tartanunk, vagy tűzgyújtásra alkalmas anyagot. Nem feltétlenül szükséges a víz, de akár a kerti csap, vagy kannában ez tökéletesen megfelel. Ha ez nem megoldható, akkor egy lapát esetleg, vagy egy kézi tűzoltó készülék is megfelel erre a célra. Nem szabad őrizetlenül hagynunk a tüzet, a végén pedig alaposan oltsuk el. Július 24-én kigyulladt az erdő Pili Szent Lászlón a prédikálószéknél. A tűz nehezen megközelíthető, nehezen járható domborzati viszonyok között több ponton égett. A lángok oltásában többek között a váci hivatásos tűzoltók is nagy erőkkel vettek részt. Pár héttel ezelőtt volt ugye egy nagyobb volumenű tűzeset itt Pilis Szentkereszten, ahol körülbelül 3 hektáron kapott lángra az erdőben az zajnövényzet. Azért volt különös ez az eset, mert rendkívül nehéz terepviszonyok között kellett a kollégáknak beavatkozniuk, és emiatt nagyon nagy emberi erőre volt szükségünk. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint idén az elmúlt éveknél korábban kezdődött a szabadtéri tüzek időszaka. Február 1-től eddig összesen 11.146 szabadtéri tűznél avatkoztak be a tűzoltók országos szinten. Kiugró adat inkább országosan tapasztalható, a mi területünkön szám szerint nem növekedett számottevően a tűzesetek száma, a leégett terület nagysága viszont igen, úgyhogy mindenféleképpen erre oda kell figyelnünk. Erre a kollégáim egyébként már koratavasszal megkezdik az előkészületeket, azokat a kockázati helyszíneket, amelyek veszélyt jelenthetnek, ezeket már tavasszal elkezdjük ellenőrizni, és a tulajdonosok figyelmét fölhívjuk ezek rendben tartására. Fontos kiemelni, hogy a környezet megóvása nem csak a hivatásos szervek feladata, hanem minden állampolgári is. Molnár Mihály hozzátette, folyamatos a toborzás tűzoltó munkakörre, így minden érdeklődő jelentkezését várják, aki elkötelezett a hivatásos szolgálat iránt. Részleteket a Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján olvashatnak. Ismét a Papszigeten táborozott a Fusion Hip Hop és Fitness Sport Egyesület. Az ifjú táncosok 3 koreográfiát tanulnak be a héten, emellett pedig sok sport, tábortüzes sütögetés és medencés kikapcsolódás is várta a résztvevőket. Strandröplabda, csapatépítőjátékok, fitness edzés és rengeteg tánc. Ez várta a Fusion Sport Egyesület táncosaira a héten a Papszigeti táborukban. A csapatként is együtt dolgozó fiatalok több éve táncolnak már együtt, és második éve táboroznak itt Szentendrén. Ez a táborom most nekem itt az első. Én a Starlight-ba táncoltam, mint ahogy ugye mindenki onnan vált ki, Krisztiánnál, és jól érzem magam, nagyon. Én már másodjára vagyok ebbe a táborba, tavaly is voltam, és ebbe a csoportba több mint egy éve táncolok, de én is a Starlight-ba táncoltam, ezelőtt csak egy másik tánctanárnál. Mi az, ami a táncoláshoz húzott titeket? A zene, egyértelműen. De igazából minden, ami táncot szeretjük, szerintem. Nem tudom, nekem nagyon sokszor segít dolgokban az érzésémet kifejezni, ha esetleg nem szeretnék beszélni, és akkor bekapcsolok egy zenét, és táncolok rá otthon egyedül, és nagyon jó érzés, nem tudom. A tánc csapat ereje a tehetségen kívül a közösségben rejlik. A tábor alatt sok időt töltenek együtt a fiatalok, szabad foglalkozás, csapatépítő játékok és sportolás közben is.
Nem ritka az sem, hogy barátságok szövődnek a táncosok között. Röpisztünk, meg volt mindenféle kisebb játék, csapatépítő játék, de a kedvencem szerintem az a táncóra. Tehát... Hát a csapatépítő játékok elég viccesek szoktak lenni, már zenével kapcsolatos játékok is vannak, és amikor esetleg énekelni kell, vagy mutogatni a zene szövegét, az azért elég vicces tud lenni, miközben az angol szöveget alig érted, de amúgy nagyon jó az összes program szerintem. Elég jó barátságok kötődnek itt, tehát nagyon sok legjobb barátpáros van itt. Szerintem nagyon jó a közösségünk, mert igazából befogadóak vagyunk, és mindenkire úgy tekintünk, hogy hiába új ember, szerethető. Gálák után is szoktak ilyen csapatépítő, mondjuk elmegyünk egy cukrászdába, beszélgetünk, úgyhogy sok program van így táboron, edzéseken kívül is, szóval ez elég jó közösség szerintem. A Fusion Sportegyesület és a nyári tábor vezetője Szabó Krisztián, táncos, koreográfus. Krisztián nem csak táncoktató, de egyben fitnessedző, így a táborba bekerült ez a mozgásforma is. A legtöbb időt napközben azonban a táncok betanulása teszi ki, hiszen pénteken Újpesten várják az érdeklődőket egy egyórás gálaműsorral. Mi a Fusion Hip-Hop táncosok vagyunk, és Újpest Káposztásmegyer általában az a helyszín, ahol edzeni szoktunk, tehát mi onnan jövünk. Itt a táborban igazából egy olyan összefogó héten veszünk részt, ahol így a legintenzívebben képződünk, meg persze bulizunk, nyaralunk együtt. Közösségépítés nekünk az egyik legfontosabb amellett, hogy a táncot oktatjuk, tehát a technikai képzésen kívül ugye nagyon sok közösségi programot csinálunk, csapatjátékokat, kicsit ökörködünk, marháskodunk. A végkifejlete az az lesz, hogy mi az újpesti, hogy mondjam, aktív főtér szervezőkkel szoros kapcsolatban vagyunk, és fölkértek minket egy egyórás műsorra a megnyitóra is, amit már egyszer letoltunk júliusban, és most augusztus 13-án a záró programon szintén nagy színpadi produkciók leszünk, úgyhogy ezt próbáljuk ki gyúrni itt a táborba. A táncosok 13 éves kortól egészen a felnőtt korcsoportig érkeztek a táborba, de szeptembertől már a kisebbeket is szeretnék bevonni az egyesület életébe. Kezdő szinttől a haladóig mindenkivel tudunk foglalkozni, általában megpróbáljuk a lehető legjobban konfigurálva a tudásszintre a koreográfiákat, a technikai képzést. Nyilván ugye mindenki kezdő, aki belép hozzánk, mert minden egyes tánc oktatónak, minden egyes tánc stílusnak megvan a saját eredete, a saját kultúrája, és nagyon nehéz átvenni azokat a mozgásokat bárhova megy egy képzett ember is, hogyha új helyre kerül, úgyhogy kezdőtől már tanítunk és alkalmazkodunk. Hát a tanítási technikán múlik leginkább az, hogy milyen sebességgel, milyen értelmesen, milyen pontosan magyarázza el egy oktató a tánc koreográfiát, és akkor igazából teljesen mindegy, hogy valaki kezdő vagy haladó szintű, hogyha van már egy alapvető olyan testképe, amit ő tud kezelni, tehát egy testtudata, akkor el tud sajátítani akár egy nehéz koreográfiát is egy teljesen kezdő, csak annyi, hogy több gyakorlása van szüksége, meg pontosabb magyarázása és lassú tempóra. Nálunk nagyon változatosak a koreók, ugye hárman vagyunk oktatók itt, és különböző, hogy mondjam, nehézségű, gyorsaságú zenék vannak, de megpróbáltuk úgy csinálni, hogy mindenki élvezhesse és kivegye a maga részét. Idéntől már egy felnőtt táncos, Zdroba Alexandra is Krisztián segítségére van a tanításban. Ő a tínédzser korosztállyal foglalkozik az edzéseken és a táborban is. 6 éves koromban táncolok, az lassan már 15 éve van. A csapaton belül a Krisztián keze alatt vagyok körülbelül 8 éve, szerintem kicsit több is, és hát igazából a csapaton belül a pótanyuka szerepet töltöm be mindenhol, és segítek a Krisztiánnak, ahol tudok. Amit ő nem hall a többiektől, azt majd én hallom és segítek. Táborban 3 koreográfiát tanítok, ezek közül 3 különböző stílusban. Főképp a nőiesebb vonalat viszem a tánciskolában, és a játékokban segítek be, órát tartok. Alexandra maga találja ki a mozdulatsorokat és lépéseket, valamint a zenéket is ő választja ki. A tábor eredményeként bemutatott gála műsorra 3 különböző stílusban tanít be koreográfiát a csapatnak. Magam találom ki a koreográfiaimat, saját zenét választok, ha úgy van, meg is vágom egyébként. A mozdulatokat úgy szoktam összerakni, hogyha egy zene ad egy akkora impulzust, akkor így elindul a fejembe egy folyamat, hogy én ide mit képzelnék el, hogy mit szeretnék kint látni a többiektől, vagy a
tini csoportnál például volt olyan is, hogy edzésen, ahogy ők elnevetgeltek mögöttem, abból jött az, hogy én ezt akarom tőlük látni. Olyan büszke vagyok rájuk mindig, hogy sikerül megcsinálniuk jobban is, mint ahogy én azt elképzeltem, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy jól megugorják. Jól haladnak a táncokkal, ügyesek, kitartóak. Ami nehéz, azzal is küzdenek, de nem adják fel, ami nagyon szuper dolog szerintem. A Fusion Hip Hop és Fitness tánc csoportba folyamatosan lehet jelentkezni. Az egyesületnél lehetőség van hobbi szinten egy-egy alkalommal is részt venni az órákon, de akár állandó jellegű, hosszú távú tagként is lehet csatlakozni a csapathoz. Végül a várható időjárásról. Pénteken országszerte derült, napos, csapadékmentes időben lesz részünk. Északnyugaton helyenként élénk lehet a délies szél. A csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink. Mától ismét harmadfokú hőségriasztást adott ki az ország egész területére. Az országos tiszti főorvos az országos meteorológiai szolgálat előrejelzése alapján, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlását figyelembe véve. Számlálóbiztosok jelentkezését várja a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal a 2022. október-novemberben sorra kerülő országos népszámlálás terepen történő adatgyűjtési időszakára. Az egész országot sújtó kánikula és az extrém szárazság miatt július 2-ától hazánk teljes területén elrendelték a tűzgyújtási tilalmat. Molnár Mihály tűzoltó alezredes ismerteti a legfontosabb tudnivalókat. Ez volt mai hírmagazinunk a Szentendre ma. Híradóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Szentendrét, mert hamarosan kezdődik Korhatártalanul című magazin műsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/tv-szentendrén. A közösségi oldalakon is elérhetőek vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. Kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!